játékosat. Híradónk vendége ifjabb Érdély Tibor, többszörös Európa bajnok rally versenyzőnk. Szervusz, üdvözöllek! Szia Dino, üdvözlöm a nézőket! Elkezdődött, most már tart javában ugye az idei Európa bajnoki sorozat. Eddig ez már hanyadik sorozat, amin elindulsz? Jó a kérdés. Belevéve azt is, amikor csak kettőn tudtál elindulni, tehát ugye a kezdetektől nem tudtál az összes fordulón. Talán a hatodik szezonom. Ez már a hatodik szezon. Igen, igen. És ez már legmagasabb az RC1-es kategóriában. RC1-ben ugye két évig, nem is kettő, akkor már ez a ötödik, öt évet mentem RC2-be, szép eredményeket elérve. Kétszer voltam harmadik, kétszer bajnok, és úgy éreztük, hogy eljött az ideje ahhoz, hogy följebb lépjünk, hisz már nem volt hova fejlődni. Címet megvédted már, megvédtük, tehát még az sincs, tehát most hogy... az, hogy még egyszer megnyerjük az Európa-bajnokságot, már igazán nem nincs volt motiváció. Igen, meg kellett valami új motiváció után nézni. Hát ez most akkorára sikerült, hogy most egy kicsit... Jó. Kicsit újra kell értékelni a dolgokat. Akkor ezt bontsuk ki. Annyit, hogy három EB futam ment le, az elsőt kihagytátok még, azt miért hagytátok ki? Logisztikailag, illetve anyagi megfontolásból. Hol volt? Ez az Azori-szigeteken lett volna ez a rendezvény. Murva futam, a következő az aszfalt futam volt, amin elindultunk, a Kanári-szigetek. Na, az egy kedvenc helyed volt neked. Igen, ezt a versenyt kétszer is meg sikerült nyerni Zsinórba. Akkor most is sikerült, nem? Nem. Nem, sőt, ugye volt egy jó pár év sikersorozatunk, ami alatt hozzászoktam bizonyos dolgokhoz. Mint például? Mint például a siker, hogy minden versenyről tényleg kupával értünk haza, akárhol elindultunk. Ehhez képest a mércét magammal szembe olyan magasra raktam, hogy azt nem csak megugrani nem sikerült, de még közelébe se érni. Ezáltal a verseny folyamán kicsit frusztrált is lettem ezáltal, és volt benne egy hiba is, egy defekt, amit ki kellett cserélnünk a gyorsaságin. Ez megpecsételte gyakorlatilag a verseny sorsát, kimenetelét. A pontszerzés az teljes mértékig elúszott. De ne is kérdezzem, mentünk, hogy hanyadik helyen végeztél? Nem végeztünk, tehát a második nap utolsó körére, tehát három gyorsági szakaszra már ki sem mentünk, mert szintén gazdasági megfontolásból úgy döntöttünk, hogy inkább azt a ráfordítandó összeget, amit ott elkocsikáztunk volna gyakorlatilag a semmiért, azt inkább a büdzsének a későbbiekre. Értelek én ezt a semmit, értem, kell, csak olyan szempontból semmi a semmi, hogy tapasztalat mégiscsak ez az RC1-es kategória. Tehát ilyen szempontból is semmi? Már az első nap végén felmerült a kérdés, hogy mi legyen, folytassuk-e. Én akkor azt mondtam, hogy próbáljuk meg a következő nap, hisz az EB sorozaton a napokat is értékelik. Az első hét páros azért még kap pontot, külön pontot a napi értékelésben. Az még nagyobb falat volt, mint amit magam elé állítottam a verseny előtt. Szerettem volna az első 10-ben végezni, hisz az első 10 pontot kap, és azt gondoltam, hogy a pontszerzés meg lehet. És hát ennek a szellemébe álltunk neki másnap versenyezni, ahol az első gyorságin rögtön egy picit hozzáértünk a szallakorláthoz, de ez tényleg épp hogy hagyott esztétikai nyomot a kocsin. A következő gyors az értékelhető volt, de elmaradt attól a teljesítménytől, amire áhítottam, és jött a következő gyors, ahol nagy sebességnél egy sávos úton megforogtunk úgy, hogy tényleg szerencsénk volt, és nem volt semmi káresemény. De akkor valami ott megfogalmazódott bennem, hogy valami hiányzik, és valamit át kell értékelni, és valamit máshogy kell csinálni ahhoz, hogy mi versenyképesek legyünk. És ott azt mondtam, hogy ezt ne erőltessük, mert akár anyagi kár is lehet a vége. Sikerült megfejtened, hogy mind kell változtatni? Igen, tehát az elvárások magammal szemben egy kicsit túl magasak lettek rögtön.
És ezért jobban nyomtad a gázpedált, mint hogy kellett volna, vagy, nem vagy, volt, vagy mit csináltál? Fejben nem voltam ott egészen. Tehát onnantól kezdve, hogy nem sikerült a verseny megelőzően a kvalifikáción jó időt elérnünk, ott egy kicsit úgy szétesett bennem egy pár önbizalom dolog. Hiány lépett föl nálad? Elveszetted az önbizalmadat? Önbizalmamat, az értékrendemet, illetve minden mást, ami miatt egy pilóta gyors tud lenni. Én onnantól kezdve kerestem önmagamat, rájött a defekt, az még egy kicsit rányomott az egész versenyzésnek a szellemére. Na, ez is súlyt engem. Igen, és onnantól kezdve gyakorlatilag nem tudtam összeszedni a gondolataimat, és nem tudtam arra összpontosítani, hogy gyorsak legyünk. Az itinerben is kellenek már módosítások ehhez az autóhoz, sokkal gyorsabban érünk oda a kanyarokhoz, ki kell szelektálni bizonyos dolgokat, amit még a kisebb kategóriai autóval el tudott mondani a navigátor. Tehát teljesen más ezzel az autóval versenyezni, mint a tavalyi autóval. És akkor ennek tükrébe indultunk neki a következő versenynek. Ez ahol tényleg úgy értünk oda, hogy az önbizalom az... Okay. az hol volt a következő utolsó verseny? Lettországban volt. Ráadásul olyan helyen, ahol én azt gondolom, hogy minden egyes versenyen tanul az ember, olyan pályákon tud versenyezni az ember, ami sehol nincsen a világon, olyan adottságú pályák, csak ott. Nagyon-nagyon szélesek az utak, jobb minőségű, mint a Ferihegyi bevezető út, és Mulváról beszélek. Úgyhogy az ember ráér odafigyelni arra, hogy terelje az autót az úton, és nem kell arra attól félnie, hogy az autónak baja esik. Uh-huh. Bár ezeknél az autóknál már úgy hatványozottan nem kell odafigyelni, mint a tavalyi autónál, de az ember nagyon-nagyon sok mindent tud meg. De miért nem kell odafigyelni? Sokkal jobb a futóműve, uh-huh. mint a Mitsubishinek, a tavalyi autónak. Uh-huh. Sokkal nagyobb szintkülönbségeket át tud lépni, gödröket föl lépni bárhova. Uh-huh. Tehát a rugó útja az majdnem még egyszer akkora, mint a Mitsubishié. Ezáltal sokkal dinamikusabban lehet közlekedni, és ezáltal teljesen más és gyorsabb az uh-huh. autó. Gyengébbnek gyengébb, amit hiányolok is, és itt van az, amit meg kell tanulnunk, hogy valamilyen szinten lendületben tartani a tömeget. És nehezebben gyorsul föl? Nehezebben gyorsul föl, viszont sokkal gyorsabban megáll. És gyorsabban is érünk oda bizonyos helyekhez. Igen, már ott a kanyar. Igen, és amikor azt gondolom, hogy fékezni kéne, akkor még ezért egy 2-3 másodpercet el kell számolni ahhoz, hogy rálépjek a fékre, és ez... Annyira megáll. Annyira megáll, és ez még nem komfortos. Mm. Tehát, akkor meg kell tanulni. Ez teljesen, és tudtam megy. Azt, hogy ez az év rá fog menni arra, hogy megtanuljuk ezt az autót. Ennek tükrébe is kellett volna elindulnunk a Kanári-szigeteken. Na jó, most én a úgy értékeltem, hogy menni fog, de nem. Tehát és akkor kell az idő. Lettországban akkor végül is? Lettországban meg olyan jól sikerült a kötelező teszt shakedownunk, hogy az első teljesítményünk az egy negyedik helyre volt jó. Mm-hmm. És ez minek köszönhető, érdekes dolog, mielőtt elindultunk a pályán, én megnéztem az egyik versenyzőnek a belső felvételét, aki 2 évvel ezelőtt ezt a versenyt megnyerte, vagy majdnem megnyerte, nem tudom. Ma már egy elismert neves pilóta, pedig még csak éppen 20 éves sincs, ez a Kalle Rovanperä nevű pilóta. Ő neki megnéztem a belső felvételét. Megengedte? Hát fönn van a YouTube-on, ja, tehát értem. Megnéztem, hogy hol fékez, hol megy teligázon, és annak tükrében indultam el az időmérőn, és úgy látszik, hogy bejött, mert mondom, negyedik időt sikerült rajta menni, illetve összetett 5. időt a lett bajnoksággal együtt. De akkor is már, amikor lejöttünk a gyorságiról, mondtam is a navigátornak, hogy ez jó, de nem volt komfortos. Tehát megcsináltam, de még nem esett jól. Nem érezted jól magad? Nagyon nem éreztem jól magam, tehát úgy kéne közlekednünk. Igen. De ez még, ehhez még nekem idő kell, mert nem volt komfortos.
de jó volt az időnk. A következő körre volt egy baleset előttünk, és lassítottak, és az igazi, amikor igazán gyorsan kellett volna menni a kvalifikáción, akkor meg elrontottam a rajtot. Ez is a tapasztalatlanság. Ott, ahol rajtoltunk a rajtpozíció, három kör alatt olyan mély lett a talaj, hogy a rajtelektronikánkat följebb kellett volna állítani 500 fordulattal, és nem volt elég motorfordulat, és majdnem lefulladt az autó, és súlyos másodpercekbe került, hát és innentől kezdve a rajt választáson, ugye az első 15 választ rajtpozíciót, nem jól helyen álltunk a sorba, és mi indultunk negyediknek. Mi lettünk a 12-ek, és nekünk már csak a negyedik hely jutott. Ez Murván úgy kell elképzelni, hogy a leggyorsabb pilóta szeretne legkésőbb rajtolni a 15 párosból, hogy az előtte lévő párosok lesöpörjék a laza felületet a Murváról, és az igazán kemény altalajon tudjon gyors lenni, jót fékezni, és nem gurulni a kavicsokon. Igen. És itt mi a negyedik pozícióból rajtoltunk el az első nap, ez bizony hátránynak számított, és elmaradtak az időeredményeink a vártól. Tisztában voltam azzal, hogy sokat fogunk kapni itt az első nap. Nem is állítottam olyan magasra a mércét magammal szembe, mint a Kanári-szigeteken. Tudtam az első napnak a dolgairól, de nagyon vártam azt, hogy másnap majd, amikor később rajtolunk jó rajtpozícióból, ez 16. 7. helyről rajtoltunk, akkor már a felülete az jó a pályának. Ekkor már értünk el bizony jó részeredményeket, 8. és 10. hely környékén értünk el gyorságidőket. Ez már kezd olyannak számítani, amit elvárok magamtól. A négyszeres magyar bajnok páros tudtuk szinte az összes gyorságin verni másnap, bár ő az első pozícióból indult. És végül hányadikok lettetek? Jó kérdés. Na, hogy? Mert pontosan meg se tudom. Tehát annyira nem 14-ek vagy 15-ek lettünk a végére. Igazából 10... Aztán 14-ek lett a magyar, másik magyar páros. Akkor mi 15-ek. Mi pontosan utánunk értünk be a célba. Az első 10 kap pontot. Onnantól kezdve, hogy nem kaptunk pontot, már nem is nagyon néztem azt, hogy hanyadik a sorba a 10 után. Nem sikerült a pontszerzés, pedig Lettországban szerettem volna tényleg pontot hazahozni, de tisztában kell lenni azzal, hogy olyan északi pilóták is elindultak ezeken a versenyeken, amiken a többi aszfaltos versenyen akár nem indulnak ilyen párosok. Egy elég erős mezőny jött össze Lettországba, és ennek fényében még nagyobb szám lett volna, hogyha pontot szerzünk. De ez most elmaradt, úgyhogy gőzerővel készülünk a következő versenyünkre. Egy versenyt sajnos ismételten ki kell hagynunk gazdasági okokból. A soron következő lengyel EB futamon nem tudunk rajthoz állni. Majd csak a kettővel utána a olasz bajnoki EB sorozat. Ez mikor lesz? Melyik hónapban? 2 hónap múlva lesz, tehát júliusban. Július 20-a. Ezt a versenyt is megnyertük a régi autóval, de ez nem volna már semmit. Tehát... Na most végül is leültetek otthon, hazajöttetek Lettországból, túl voltatok 2 EB futamon. Konklúzió megvan végül is? Mit kell csinálni másképpen? Teljesen, tehát az ember az ugye mindig próbál a saját hibáiból tanulni. Elemeztünk sok videót, és még később kéne fékezni, sokkal inkább a tiszta nyomba kéne fékezni. Megvan, hogy mit kéne tenni, de egyelőre ez jön belőlem komfortosan. Azért átlépem én a komfortzónámat, tehát mindig próbálok
gyorsul, gyorsra fejlődve, átértékelve gyorsulni. Ez néha sikerült is, de kell az, hogy az ember elvonuljon és átértékelje, értékelje. Megtörtént ez az elvonulás? Igen, tehát látom azt, hogy mind kéne fejlődni. De ehhez kellenek újabb versenyek. Igen, persze. Az RC1-es csapat tagjai hogy fogadtak? Hiszen újonc voltál. Vagy? Hú, jó a kérdés, nézd. Azért én a tavalyi Mitsubishi autómmal azért oda-oda piszkáltam ennek az RC1-es mezőnynek néha, és sok ilyen autót magam mögé tudtam utasítani, és azért mindig ott legyeskedtünk az első 10 környékén még a régi autóval is, illetve volt, hogy pontot is szereztünk evel a Mitsubishi Evo 10-essel, úgyhogy bemutatkozni nagyon nem kellett, és az a jó ebben a sorozatban, hogy ez egy családias, légkörű, versenyzőbarát sorozat, ahol kialakulnak barátságok, ismertségek, kategóriától függetlenül. Igen. És ez nagyon hiányzik. Indultam itthon 2 versenyen, ez nagyon hiányzik itthonról, hogy az ember jó ízűen megy oda a versenyre, el tud beszélgetni nemzetiségtől függetlenül pilótákkal. Senki nem rugaszkodik el a földtől, mindegy az, hogy milyen eredményt ért el egyenrangú a másikkal, és meg lehet szólítani. Volt olyan, aki most itt a 2 forduló során oda ment hozzá, vagy többen, és megverve, hogy ne csüggedjél, lesz ez még jobb? Tehát voltak olyan vetélytársak, akik úgymond biztattak téged? Elenyésző, de volt rá példa. Inkább azt érzem, hogy itthonról kaptam olyan pozitív visszajelzéseket, például azzal, hogy kanári versenyen fölvállaltam azt, hogy nem megy a verseny, és inkább kiállok. Tehát itthoni versenyzőtársaktól kaptam segítő jobbot, támogatást, hogy egyáltalán fölmertem ezt vállalni, mert sok versenyző inkább azt mondja, hogy műszakilag volt problémája, stb. Tehát ráfogja bármire, hogy neki aznap nem megy. Ráfoghatja, mert nem tudod úgysem. Bizonyítani nem tudja az ember. Én ezt fölvállaltam, hogy aznap nekem ez nem ment, ez a dolog, és nincs ebben semmi szégyelnivaló. Vannak az embernek jobb napjai, rosszabb napjai. Én nekem nem voltam jó paszban azon a versenyen, és ezt fölvállalom. De itt Lettországban itt már jó paszban voltál? Én azt gondolom, hogy a lett versenyen nem kell szégyenkeznem az eredmény miatt. Az első napot nem tudom túl jól értékelni, hisz rossz volt a rajtpozícióm. A másnap már én azt gondolom, hogy az közelített valamihez. Nekünk ez a tanuló évünk, tehát tisztában voltam azzal, hogy nehéz év elé nézünk. Kellene valami picike siker. Én azt állítottam magam elé, hogy kellenek részsikerek, részeredmények ahhoz, hogy abból majd legyenek eredmények. Most még elenyésző a részsiker, de dolgozunk azon, hogy jók legyenek a részeredmények, és ebből akár versenyen születhessen valami. Akkor most fájó, hogy ez a lengyel nem fér bele a büdzsébe, ez a lengyel verseny, nem? Mert ugye most azt vesszük, nem indultatok, elindultál, abba hagytál, most már végigmentél, második nap már úgy, ahogy már jó. Tehát megvan a fejlődés folyamata, és akkor most pont jön egy, hogy ki kell hagynotok. Igen, nem tudok vele mit csinálni. Ez a pályafutásunk során végig kísért ez a dolog, hogy nem tudunk annyit menni, mint amennyit kellene. Tényleg végig kísért a pályafutásom alatt, hogy soha nem fért bele akár baleset, stb. Itt még hatványozottabb, annyira drága hobbi ez, hogy
hogy nem tud beleférni sajnos egyelőre több verseny. Dolgozunk keményen, hogy tudjunk több versenyen indulni, hisz a megtett kilométer egyenlő a fejlődés útjával. Igen. Ezzel tisztában vagyunk. Jó, akkor azt áruld el nekem, hogy tudod majd elérni azt, hogy a olasz, ugye az lesz, amin elindultok, igen, hogy ott megmaradjon ez a fejlődési év. Van erre valamilyen koncepció, amit édesapáddal kitaláltatok? Ő nekem azt mondta, hogy próbáljak meg valamilyen eredményt csinálni, és azon az eredményen próbáljuk meg javítani. Jó, most értem, de most ugye... Nézd, az olasz versenyen is sikerült a tavalyi autóval versenyt nyerni. Tudom a versenynek a buktatóit, de akkor ebben lehet kapaszkodni. Igen, tehát ha az ember már járt bizonyos országba, ahol tudja, hogy milyen sajátosságai vannak a versenynek, akkor abból tud építkezni. Én tudom azt, hogy mik a nehézségei az olasz futamnak, úgyhogy hogy próbálok majd abból a múltbéli tapasztalatokból építeni valami stratégiát. Ha nem titok, milyen autóval versenyzel most, és most az hol van? Ez egy Skoda Fabia R5-ös autó, a 2018-as, tehát annak a karosszériának szinte az utolsó fejlesztése. Azóta kiadták a plusz Evo változatát, amivel elmúlt hétvégén versenyeztek a világbajnokságon először. Én azt gondolom, hogy jó az autó, hisz kiforrott a úgymond gyerekbetegségeit, hisz utolsó fejlesztés. Meglátjuk, hogy a többi, vagy a következő autónak mennyi idő kell ahhoz, hogy jöjjenek elő gyerekbetegségei. Ha csak azt nézem, a Volkswagen gyulladnak ki, egy új Volkswagen autóból már 5 leégett, a 30-ból, tehát rossz az arány. De akkor jó választottatok akkor. Én azt gondolom, jó a kocsi akkor. Jó az autó, tanuló évnek, én azt gondolom, hogy mindegy lenne, hogy milyen autóval megyünk. Én egy kiforrott technikának érzem ezt az autót, tehát legalább azzal nem kell törődnünk, hogy milyen beállításokkal megyünk, hisz vannak alapbeállítások, amiket meg tudunk szerezni. Ebből tudunk építeni beállítást, és ezt próbálom én egyelőre kiautózni, de hát körülbelül fél úton vagyunk ahhoz a bűvös 2000-hez, mint amit a Skoda megadott. Tehát én azt gondoltam, hogy előbb meg tanulom ezt az autót, mint 2000 versenykilométer. Hát most kezdjük talán a felét elérni, de ekkora már azt gondoltam, hogy ez jobban fog menni. Kell a kilométer. Akkor az év erre így rá fog menni. Ez biztos, akkor, hogy erre az év rá fog menni, hogy valamilyen tempót fölvegyünk, és az valamilyen pontszerző helyre elég legyen. Itthon indulsz még versenyeken, vagy ennyi elég volt? Az évelei Eger Rallyt is azért indultunk el, hogy tapasztalatot szerezzünk aszfalton. Ez a Kanári-szigeteki verseny előtt egy hónappal volt, de csak azért mentünk. Tehát és milyen végén volt itthon? Furcsa. Tehát furcsa az, hogy száguldozni kellett, nagyon gyors pályák vannak itthon, illetve nagyon rossz minőségűek. Tehát ennyire az EB rossz minőségű pályákon nem megyünk. Én csodálkozom is, hogy magyar pilóták nem fogtak össze az ellen, hogy ilyen pályákon nem szeretnének versenyezni. Több kár keletkezett ezen a versenyen, mint az összesen, amin elindultam eddig. Kocsid? A kocsin, igen. Igen. Mert tehát gödrökbe belementél, meg... Csak gödrökbe mentünk bele. Ja, tehát nem volt út, csak gödrök voltak, de ebből ennyi elég is volt. Évvégén még a Nyíregyháza Rallyn elindulunk, ami az első Európa-bajnoki futam lesz. Tavaly indultunk rajta, tehát ez már pozitív a többi EB sorozatban induló versenyzőhöz képest, hogy mi már jártunk ezen a versenyen. Erre egy picit majd gyúrok is évvégére, hogy hát ha tudunk valami szép eredményt elérni. Ugye július végén lesz a következő versenyfutam, zárásként addig családdal, hiszen van gyereked is, van feleséged is. Van mit tennünk. Mentek-e gyorsan addig egy kicsit pihenni, lazítani? Meglátjuk, van mit tenni otthon a háznál is. A céget is vezetni kell, úgyhogy meglátjuk, hogy tudunk elszabadulni. De pihenni is, egy kicsit rá kell pihenni is, egy kicsit töltődni, azt mondják. Tehát évek óta nem sikerült, majd megpróbáljuk. Akkor nincs betervezve még egyelőre semmi? Egyelőre még nincs betervezve. Csak a munka. Hát ebből élünk.
Akkor olasz futam után már arról beszélünk zárásként, hogy valamelyik szakaszon nyertél esetleg, vagy? Hát az, én azt gondolom, hogy itt mi lenne akkor a olyan eredmény, amire azt mondod, hogy na ez már jó. Én azt gondolom, hogy az első, az fogalmaztam benne magam, hogy az első 8-10-be benne lenni. Most én azt gondolom, hogy már az első 10-be benne lenni egy jó eredmény. Első 10-be pontot szerezni, tehát szeretnék pontot szerezni, és abból tovább fejlődni. Lépcsőzetesen fölépíteni a fejlődés útját. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy voltál. Köszönöm szépen, szervusztok. További sportosat.